Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, ami felé halad a világ. Nem vagyunk elégedettek? De miért nem? Visszafelé haladunk? Aha. Visszafelé fejlődünk? Sok az elnyomás. Szeretet hiány. Tudatlanság. Etikátlanság. És szerinted mi várható, ha ebbe az irányba halad tovább a világ? Semmi jó? Káosz. Ki az, aki hisz valamilyen ilyen felsőbbrendű lényben, ilyen Isten, vagy ilyesmibe, vagy akár Istenek, mindegy. Hiszünk? Hát mi itt hiszünk? És a körülötted lévő emberek? Környezetedben? Vajon erről a kérdésről tudsz velük beszélgetni? Nem. Hát miről tudsz velük beszélgetni? Pénz, politika, tévésorozatok. Anyagiakról nem, mert azt általában ugye az ilyen tabu téma, tudod, hogy kinek hogy áll az anyagi helyzet, az főleg... Anyaggal kapcsolatos dolgok, igen. Az anyagi helyzet az nem annyira, mert az tabu. Tehát azon kívül még mire tudsz az emberekkel beszélgetni? Buli, hova mennek bulizni? Igen. Hova mennek vásárolni? Mit akarnak vásárolni, nem? Esetleg olyat? Ilyen dicsekvésszerűt lehet, tudod, hogy na én ilyet akarok venni, vagy olyat, nem? Ebben lehet ilyen is. Sport is lehet, persze. Hogy mit főztél tegnap, meg mit főzöl ma? Persze, meg holnap mit főzöl? Oké. Igen. Na most, vajon? Ezek, amiről az emberek beszélgetnek, ez úgy általában, ez mennyire változtatja meg a saját vagy mások életét? Egyáltalán nem. Tehát nem befolyásoló tényező. De jó irányba biztos nem. És negatív dolgokról szoktak beszélgetni az emberek? Többnyire. És ez felemelő? És amikor... mondjuk elkezdenek beszélgetni arról, hogy milyen betegek, tudod, hogy hol fáj, mint fáj, és akkor a másik túl akar elicitálni. A te betegséged az semmi, az enyém, az igen. Hallottam már ilyet? Jó, tehát... Általában az emberek valami olyasmi dologról beszélnek, ami nem építő, nem lesz attól jobb valakinek, nem? Tehát nem tud belőle valaki tanulni, nem? Tehát igazából mondhatnánk azt, hogy csak locsognak, fecsegnek, igazából értelme nem sok a beszélgetésüknek, nem? Na akkor nézzük meg, hogy mi az, aminek a kommunikációban lenne értelme, jó? Tehát mondjuk annak lenne értelme kommunikációban, hogy mi emberek hogyan működünk. Tehát vajon, hogyha arról beszélgetnének az emberek, hogy hogyan működik az ember, és tanulnának abból, amit egy másik ember elmond, hogy
mint ami milyenek vagyunk például, abból lenne némi nemű haszon. Tehát esetleg ha az ember megtanulja azt, hogy hogyan működik ő saját maga vagy egy másik ember, akkor lehet, hogy könnyebben bánik másokkal valaki. Tehát akkor ennek lenne így értelme. Tehát olyanról kommunikálni emberekkel, hogy hogyan működik az ember. De valahogy ezt nem nagyon csinálják, nem? Hát az emberek olyanról biztos nem kommunikálnak, amiben nincs információjuk, nem? Általában az emberek olyanról kommunikálnak, amiben van információjuk. Hát akkor lehet, hogy erről azért nem kommunikálnak, mert nincs információjuk. Nincs hozzátudás. Így van. Tehát nincs benne információjuk. És vajon kellene, hogy legyen? Jó lenne. Jó lenne. Tehát kellene az, hogy jól tudjunk bánni egymással? Vagy az, hogy jól tudjunk bánni magunkkal? Hát ez mind az ember működése, nem? Tehát az ember tudja, hogy egy másik személy hogyan működik, akkor tud hozzá alkalmazkodni, nem? Vagy tudja, hogy ő saját maga hogyan működik, akkor a saját maga működése az nem okoz meglepetéseket önmagának, nem? Vagy például az, hogy erről szoktak beszélgetni az emberek, hogy miként működik az élet? Ritkán. Nem jellemző, nem? Tehát az élet arról az, ami az embereken kívüli dolog. Tehát ami befolyásolja a mi életünket. Kívüli dolog, de befolyásolja a mi életünket. Mondok ilyen dolgokat, jó? Csak hogyha valakinek esetleg ez nem tiszta, hogy mi az élettel kapcsolatos dolgok. Tehát léteznek olyanok, hogy energiák. És az energiák azok nagyon nagy mértékben befolyásolják az ember életét. Tehát ha mondjuk két ember elkezd negatív dolgokról beszélgetni, akkor attól nem elkezd nőni az energiájuk, hanem elkezd fogyni az energiájuk. Ha két ember elkezd pozitív dolgokról beszélgetni, akkor nem fogy az energiájuk, hanem elkezd nőni az energiájuk. Ha az ember örül valaminek, akkor nő az energiája. Ha valamit mondjuk elkezd félni, akkor csökken az energiája. Elkezd az ember rossz hangulatba kerülni valamilyen oknál fogva, akkor csökken az energiája. Ezt ugye bizonyára mindenki felfedezte, csak nem biztos, hogy végig gondolta, hogy ennek milyen következménye van. Azért gondolom, hogy nem gondolták végig az emberek, hogy ennek milyen következménye van, mert igazából a legtöbb ember pont nem pozitív dolgokról kommunikál egymással, hanem jellemzően negatív dolgokról. Az meg nem energia növelő, hanem energia csökkentő tényező. Tehát például az, hogy honnan szerezzünk energiát, hogyan jussunk energiához, ez is az élet része. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy tehát megnézel például egy lusta embert, egy lusta ember azért lusta, mert nincs kellő energiája. Világos ez? Tehát mikor egy ember lustálkodik, azért lustálkodik, mert éppen nincs annyi energiája, hogy ne lustálkodjon. Na most ki szokta többre vinni az életben egy energiateli dolgos ember, vagy egy lusta ember? Aha, tehát akkor a lustaságnak szerintem szeretném megkérdezni, hogy vajon mi a haszna? Tehát akkor ha valaki éppen azt érzi, hogy ú, de jó lenne egy kicsit lustálkodni, akkor annak mi lesz a haszna? Tehát
ha lustálkodunk, akkor kapunk energiát? Nem. Ha az a lustálkodás idézőjelben nem egy lustálkodás, hanem mondjuk egy energiagyűjtő, relaxációs állapot, akkor az már nem lustálkodás, bár valakinek, aki azt se tudja, hogy ez mi, lustálkodásnak tűnhet. Nem? De hogyha például az embernek elfogy az energiája, és lustálkodni akarna, akkor nem azt kellene csinálni, hogy lustálkodjon, hanem mondjuk egy olyan állapotba kerüljön, ahol ő tudatosan gyűjti az energiát, és többlet energiája lesz mondjuk 10-15 perc idézővel lustálkodás után, ami nem lustálkodás, és az illető utána ismét teli lesz energiával. Ugye most vannak olyanok, valamikor talán ezt törvénybe hozták, hogy mit tudom én, mennyi munka után, mondjuk ha valaki ül egy irodába, akkor mondjuk 50 percenként, tehát 50 perc munka után föl kellene állnia, és egy 10 percre ugye mozogni. Most ebben ezt a 10 percet általában az emberek hogyan töltik el? Nagyon sokan. Hát kimenek dohányozni, nem? Na most, ha valaki azt gondolja, hogy a dohányzás az energiagyűjtő, akkor óriási tévedésben van. Akkor nincs tisztában az energiákkal. Ugye energiákat honnan lehet gyűjteni? Hát ugye a legegyszerűbb energiaforrás az az élelmiszer. Tehát ez, amit most mondok, ez egy tanítás, de a technikákat nem mondom el. Hát ugye annak technikáját nem kell elmondanom, hogy az ételből hogy nyerünk energiát, mert az mindenki megtapasztalta. Ugye van egy másik energiagyűjtés, amikor ellopjuk másoktól. Ugye ezt általában kétféleképpen szokták csinálni az emberek, vagy egyik, vagy másik. Ugye van, aki úgy lop energiát másoktól, hogy elkezd negatív dolgokról beszélni annak a személynek, és ezáltal elveszi tőle az ő energiáját, tehát leszívja a szó szerint. Ez az egyik technika, ugye? Na most ezt ugye nem kell tanítani, mert a legtöbb ember ezt tudja csinálni, de amit nem szeretnéd, és ez megint egy tanítás, amit nem szeretnéd, hogy veled más tenne, azt ne csináld másokkal, mert úgy hívják, hogy ártó tett. És az ártó tettnek, az általad elkövetett ártó tettnek rád nézve lesz negatív következménye. Ugye ez fontos, hogy az ember ne csináljon olyat, amit nem szeretne, ha vele csinálna valaki más. Tehát ne csináljunk olyat, hogy így raboljuk el mások energiáját, hogy például negatív dolgokkal. Na most másik energiagyűjtés, ugye ez is az energiarablás, amikor valaki olyan kommunikációt folytat valakivel, ahol a figyelmét saját magára irányítja, tehát magyarul nem a saját figyelméről van szó, hanem a másik figyelmét magára irányítja. Tehát amikor valaki éppen arról beszél, hogy mit látott a tévében, és éppen elmesél mondjuk egy sorozatnak a történetét, na akkor pont egy ilyen technikáról beszélünk, ahol az ember, ha figyelmet generál, akkor energiát veszel a másiktól. De ennek van egy másik oldala is,
Mert most ugye mondhatnátok azt, hogy akkor a Miklós most energiát lop el tőletek. De ha Miklós úgy csinálja, hogy ezt jó hangulatba csinálja, és tudást ad, a tudás az, tehát hogyha te tudást kapsz, energiát kapsz. Világos ez? Tehát én mindig arra figyelek, hogyha figyelmet érek el tőletek, akkor én energiát adjak számotokra. Tehát én egy energia közvetítő legyek, és ne egy energia rabló. Oké? De a legtöbb ember ugye nem így csinálja, hanem beszél olyan dolgokról, amiből a másik ennyit se tanul. És ha csak olyan dolgokról beszél, ami a másik ennyit se tanul, akkor ő neki, aki figyelmet hozott létre az emberek részéről önmaga irányába, neki lesz több energiája, de a többinek nem lesz több energiája. Sőt, még kevesebb lesz. Tehát ezért például elmész mondjuk egy színházi előadásra, és az a színházi előadás nem egy ilyen olyan, amelyik feldob téged, akkor nem üdébben jössz el a színházi előadásról, hanem fáradtabban, mint ahogy oda mentél. De azok a szereplők, akik eljátszották a darabot, azok meg közben tőled föltöltöttek az energiától. Tehát az életben az, hogy az embernek legyen energiája ahhoz, hogy eredményeket érjen el az életben, elég nagy szükség van. És például, hogyha mondjuk valakit én nem ismerek személyesen, nem találkoztam vele sose, de mondanak róla egy-két adatot, abból én meg tudom állapítani, hogy neki születésénél fogva mennyi energiája van, mennyi energiával rendelkezik. És ugye ezt nem csak én tudom megcsinálni, mert azok is meg tudják csinálni, akik itt mondjuk elvégezték a személyiségfejlesztő coach képzést. Mert van egy olyan adat, ahol egy embernek sok energiát mutat az a bizonyos adat. Ezt úgy hívják, hogy szám. Az egyik szám, most nem mondom, hogy melyik, adja igazából az embereknek az energiát, és az a szám az hiányzik, akkor ösztönösen az illetőnek kevés az energiája, és neki tudatosan kell olyan tevékenységet folytatni, ami ad számára energiát. Na most, ugye mi az, ami ad számunkra energiát? Hát amit szeretünk csinálni. Oké? És ha az ember olyat csinál, amit szeret csinálni, akkor energiához jut. De nem másoktól jut energiához, hanem már ez egy következő energiaforrás, ahol ha az ember szeret valamit csinálni, akkor egy más forrásból jut energiához, tehát nem élelmiszerből, de nem is úgy, hogy ellopja egy másik szemétől. De hogy honnan, azt most nem mondom el. Na ezen kívül még lehet úgy is, bizonyára megtapasztaltátok, energiához jutni, hogy az ember kimegy a természetbe. Főleg olyan helyen van sok energia, ahol nagy fák vannak.
Tehát nagyfák. Tehát ezért mondjuk, ha kimész a természetbe, és mondjuk egy szavannába mész ki, ott annyira nem fogod érezni, hogy tele leszel energiával. De ha olyan helyre mész, ahol nagy fák vannak, akkor érezni fogod, hogy energia áramlik beléd. Akkor nézzük tovább. Ugye lehet energiát gyűjteni pont egy olyan technikával, amit most nem fogok tanítani, nyilvánvaló, amit tanítok a coach képzéseinken. A coach képzés azt jelenti, hogy ember és életjobbító képzés. Tehát a coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító a mi értelmezésünkben. És egy coach képes arra, hogy az embereket és az életet jobbítsa. Oké? Legalábbis a mi coachaink képesek erre. Oké? Egyébként Magyarországon a mi szervezetünk az, amelyik a legtöbb coachot képezi. Tehát ma per pillanat Magyarországon én képzem a legtöbb coachot. Jó, tehát Magyarországon ezen a téren is piacvezetők vagyunk. Tehát lényeg az, hogy a coach egy szakma, ha valaki ezt esetleg nem tudja. Tehát olyan szakma, ami világban elfogadott. Nyilván a legtöbb coach az vállalkozásban csinálja a coachingolást. A coaching azt jelenti, hogy kihozni valakiből a legjobbat és a legtöbbet. Na most, de ahhoz, hogy valaki képes legyen valakiből kihozni a legjobbat és a legtöbbet, van egy nagyon fontos dolog, amivel tisztában kell lenni. És ez pedig az etika. Mert egy emberből, egy másik emberből nem csak jót lehet kihozni, hanem rosszat is. Mondok példát. Tehát vannak a történelemben olyan negatív személyek, akik emberekből nem jót hoztak ki, hanem rosszat. Ismertek ilyen híres embereket, például az ilyen legismertebb talán Hitler. Oké? Aki képes volt, hogy emberekből kihozzon dolgokat, és kihozta belőlük a rosszat. Oké? Tehát alapvetően kihozta, ugye, egy coachnak például képesnek kell lenni arra, hogy kihozza az emberekből mit hozzon ki? A legjobbat és a legtöbbet. Na most, ő kihozta belőlük a legtöbbet és a legrosszabbat, ha megnézed. Oké? Tehát azt csinálta, hogy kihozta belőlük a legtöbbet, de a legrosszabbat is. Na most, tehát az ember emberekkel foglalkozik, akkor csak akkor foglalkozz emberekkel, hogyha elhatározod azt, hogy te a legjobbat és a legtöbbet fogod kihozni belőlük. Ha ez benned kérdés, ez a legjobb kérdés, tehát hogy a legjobbat kihozni, ha ez kérdés, akkor inkább ne foglalkozz emberekkel. Oké? Tehát egy embernek, aki emberekkel fog foglalkozni, alap dolog, hogy betartsa az etika szabályait. Az etika szabályai három részből állnak: erkölcs, tehát az a személy legyen erkölcsös, legyen becsületes, és legyen tisztességes. És
ezt hogy lehet megcsinálni, hogy az ember erkölcsös, becsületes és tisztességes legyen, ezért van nekünk egy 2 hónapos etika coach képzésünk, ahol ezeket átadjuk a tanulók számára. És itt a szervezeten belül elvárjuk az emberektől, hogy ezeket betartsák. Oké? No most, tehát hogyha megnézzük, valahogy az emberek nem nagyon ismerik az élet működését. És az, ugye az imént említettem, hogy az élet működése, ami rajtunk kívülálló dolog, az az élet működése. Tehát például a bolygó hogyan működik, vagy mondjuk a bolygók hogyan keletkeztek. Oké? Természeti törvények, égi törvények. Hát ha vannak égi törvények, akkor vannak, vagy égi alapelvek, inkább úgy mondanám az égi törvényeket, hogy égi alapelvek, akkor azokat valakik létrehozták. Ha nem lennének égi alapelvek, akkor nem hozták volna létre senki. De mivel vannak égi alapelvek, azokat valakik létrehozták. És mivel égi alapelvekről beszélünk, nem emberi alapelvekről, nem emberek hozták létre. Logikus, nem? Hát ha égi alapelvekről beszélhetünk, akkor ugye csak egyértelműen azt mondhatjuk, hogy égiek hozták létre. Hát mi az, hogy égiek? Hát hogyha fölnézünk, itt nem, mert itt a plafont látjuk, de ha kimegyünk és fölnézünk az égre, akkor azt látjuk, hogy ott van egy hatalmas tér, nem? És akkor, mikor az égre nézünk, akkor beszélhetünk égiekről, tehát égben lévő lényekről beszélhetünk. Tehát nem földi lényekről, hanem az égben lévő lények. Na most, az égben lévő lények hol tartózkodhatnak? Hát az égre, ha ránézel, sok mindent látsz, nem? Nem sok bolygót látsz, mert a legtöbb bolygót azt a naprendszerben talán látnád távcsővel. De jellemzően inkább csillagokat látsz. De ugye mivel vannak ilyen jellegű tanulmányaink, tudjuk, hogy a csillagok nagy részét bolygók veszik körül. Tehát ez azt jelenti, hogy a világban, ha az égre nézel, akkor láthatsz napokat, sok-sok napot, és látsz, illetve nem látsz, nagyon sok bolygót. Tehát a világegyetemben jóval több bolygó van, mint csillag. Hát ha megnézed a naprendszerünket is, jóval több bolygó van ezen a naprendszeren, ebben a naprendszerben, mint csillag. Mert csillagunk csak egy van. Tudod, hogy lehetne még egy? Hallottál már róla? Nem feltétlenül jó lenne nekünk, ha lenne még egy. Melyik a gázbolygón, ki tudja? A naprendszerben? Szaturnusz, így van. A Szaturnusz egy gázbolygó. És tudod, hogy jön létre egy csillag? Úgy jön létre egy csillag, egy nap, hogy begyújtják a gázbolygót. Bizonyán, tehát a naprendszerben, ha begyújtanák a Szaturnuszt, mint gázbolygót, akkor lenne még egy nap, csak akkor az nagy baj lenne, mert a Föld túl közel van hozzá. Világos ez? Szóval lényeg az, hogy begyújtják.
Hát az azt jelenti, hogy értelmes lények, hát a begyújtást azt értelmes lények tudják elkövetni. Nem olyanok, akik nem értelmesek. Tehát a világegyetemben az égre, ha felnézünk, akkor azt látjuk, hogy vannak csillagok, tehát vannak naprendszerek, és azokban tutira veheted, hogy még több bolygó van a világegyetemben, mint ahány csillagot látsz. És ha égiekről beszélünk, akkor azt jelenti, hogy az égben élők. Oké? Tehát az égben élők. Tehát nem a Földön élők, hanem az égben élők. És ha mondjuk egy másik bolygón lévő értelmes lénynek, mi vagyunk az égiek. Világos ez? Ha ők fölnéznek az égre, akkor számukra mi vagyunk az égiek. De ugye az ember akkor határozta meg azt, hogy égiek, amikor az égiek leszálltak a Földre. Tehát, hogyha mi leszállnánk egy idegen bolygóra, ahol van értelmes élet, akkor rögtön azt mondanák nekünk, hogy leszálltak hozzánk az égiek. Logikus? Tehát gondolja valaki, létezik olyan ember, aki azt gondolja, hogy ez fantázia. Tehát egy nyelvben ott van, hogy minden nyelvben benne van, hogy az égből jöttek az égiek, ez minden, az összes nyelv, ami a bolygón létezik, ott van benne az, hogy Isten, ott van benne az, hogy égiek, égből jöttek, idegen lények, mindegyikben ott van benne. Ez nincs olyan nyelv, amelyikben ezek a szavak ismeretlenek lennének. Na most, ha nincs olyan nyelv a bolygón, még a törpe nyelveket is beleértve, amit gyakorlatilag pár ember beszél, akkor hogy a jó Istenbe került be minden nyelvbe ez? Gondoljátok végig. Hát nagyon egyszerű, úgy került be, hogy találkoztak ilyen jövevényekkel a múltban. És ugye, ha égből jöttek és égiekről van szó, akkor nem hajón jöttek, vagy vonattal. Oké? Okay. De nem is gyalog, vagy lóháton, hanem az égből szálltak alá. Oké? Okay. Valamilyen eszközzel. Oké? Okay. Na most, ezt miért beszélek erről? Hát nagyon egyszerű. Mert ez is az életünk része. Tehát ott kezdődik, hogy mi lakunk egy bolygón, vajon az a bolygó hogy jött létre? Ki hozta létre? Vajon az a bolygón hogy jött létre az élet? Ki hozta létre? Vagy mondhatjuk azt, hogy kik hozták létre? Valamivel találkoztál-e olyan dologgal, amit mondjuk azt mondja, hogy van-e? Hát van, mert ugye a víz, levegő, de mondjuk, de hát a víz se jön csak úgy el magától hozzád. Mondjuk valami olyan dolog, amire azt tudnád mondani, tehát amit használsz, használati eszközt, hogy az magától van. Tehát nem értelmes lény hozta létre. Tehát bármilyen használati eszközödet, amit te olyat használsz,
amit nem értelmes lény hozott létre. Mondhatnád például, van-e valami, mit tudom én, gyöngy a nyakadba? Hát de az is láncra van fűzve, nem? Azt már beavatkoztak a... nem? De a gyöngyöt ugye egy kagyló hozza létre, ugye a gyöngykagyló, tehát az nem értelmes lény, de mégiscsak egy élőlény hozta létre, nem? Na most kövekről beszélhetnénk, nem? De az meg van csiszolva, abban már megint beavatkoztak az emberek, sőt valahogy előszedték. Na most gyakorlatilag, ha egy kicsit körülnézünk, akkor azt látjuk, hogy a létrehozáshoz valamilyen szinten szükség van arra, hogy valaki létrehozzon valamit. Tehát nekünk a bolygónk az egy lakhelyünk, nem? Egy használat, tehát használjuk a bolygót, nem? Tehát hogyha ezt a bolygót nem hozták volna létre, akkor hogy jöhetett volna létre ez magától? Gondold végig. Tehát hogy jöhetett volna létre magától? Tehát a világon mi jön létre magától? Mondok egy példát. A Holdnak nincs légköre. A Marsnak sincs, a Vénusznak sincs. Hogy jönne létre egy légkör magától? Mondod végig. Tehát lehet, hogy valamit a tudósok megpróbálnak neked elmagyarázni, hogy egy bolygó hogy jön létre, de egy dolgot kérdezek, hogy hogy jön létre egy légkör a bolygón. Egy olyan légkör, amit az lények, a bolygón élő lények be tudnak szívni, tehát életet ad számukra. Tehát megnézed ezen a naprendszerben, ugye a legtöbb bolygón nincs, legtöbb bolygónak nincs légköre. Hogy lehet létrehozni egy légkört csak úgy magától? Hogy jön létre egy légkör magától? Tehát egy légkört meg lehet szüntetni, de onnantól kezdve soha többet nem lesz légköre. Csak hogyha értelmes lények létrehozzák. Tehát egy légkört feltétlenül értelmes lényeknek kellett létrehozni. Világos ez? Tehát, hogyha bárki azt gondolja, hogy egy légkör létre tud jönni magától, az hazudik. Ha az létre tud jönni evolúció által, vagy valamilyen természeti akármik által, az hazudik. Tehát egy légkört létre kell hozni értelmes lényeknek. Tehát gondoljátok végig, például a Marsnak volt légköre. Ez tény, mert ez már tudományosan is megállapított dolog, hogy régen a Marsnak volt, illetve lehetett légköre, ami azt jelenti, hogy volt. Ezt a légkört valamilyen oknál fogva ez a légkör, ez megszűnt. Tehát a Marsnak jelenleg nincs légköre. Tehát gyakorlatilag a Marson a kozmikus időjárás uralkodik. Egy légkörrel rendelkező bolygón meg nem kozmikus időjárás uralkodik, hanem a bolygónak van egy saját időjárása. És nem tudom, tudjátok-e, hogy a Marson, tehát a Mars bolygón már létre akartak hozni légkört. De nem sikerült nekik a légkör létrehozása. Tehát magyarul nem rendelkeztek olyan technológiával, olyan fejlettséggel, hogy létrehozzanak légkört a Marson.
Tehát a Marson lehetne, a Mars felszínén lehetne élet, ha a Marsnak lenne légköre. Világos ez? Tehát nem emberek akartak létrehozni légkört, ezt azért mondanám. Jó, tehát nem ilyen típusú emberek, mint mi vagyunk. Na most, ha az ember az életet tanulmányozza, akkor rá kell jönnie arra, hogy a világegyetemben minden teremtett. És ha minden teremtett, akkor vajon ki teremtette? És mióta léteznek azok a lények, akik teremtették a világegyetemben lévő dolgokat? Például a Földünket kiteremtette. Tehát valahogy a tanulmányok elfelejtettek olyannal foglalkozni, az iskolai tanulmányokról beszélek, hogy mondjuk nevesítse azokat, vagy azoknak a legelső lényét, főnök, ugye úgy szoktuk mondani, tehát aki abban a főnök volt, akik, tehát aki, tehát ugye tudjátok azt, hogy ha mondjuk van egy felfedező csoport, akkor utána a felfedeznek mondjuk a bolygón valamilyen területet, akkor utána annak a csoportnak a vezetőjének a neve marad fönn, a többinek a neve az nem marad fönn. Tehát ez általában úgy szokott lenni, hogy annak a csoportnak a vezetőjének a neve marad fönn. Na most ugyanígy a bolygónknál is, ugye nem egy lény, hanem lények létrehozták a bolygót, és annak van egy neve, annak a csoport főnökének, aki létrehozta ezt a bolygót. És ez a név létezik is, de érdekes módon mégsem tanítják az embereknek. Nem fura? Nem? Hát persze, mert akkor ugye el kellene ismerni olyan dolgokat, ami most tabu téma. Szóval a lényeg az, hogy az embereknek hót fogalmuk nincs, hogy hogyan működik az élet. Tehát most mondok egy dolgot. Van egy olyan személy, aki csak az anyaggal foglalkozik. Hát nyilván az anyag is valamilyen szinten része az életnek. Csak az anyagot, a világegyetemben minden anyagot értelmes lények teremtették. Tehát amikor mondjuk te szeretnél valamit venni, akkor neked pénzre van szükséged. Ugye valakik úgy vesznek valamit, amire pénzre, tehát pénzzel úgy vesznek meg dolgokat, hogy azt mondják, hogy hát én betegnek születtem, dolgozni nem tudok, kapjak pénzt, mondjuk az államtól, és akkor abból tudok vásárolni. Na most ennek nem sok köze van a teremtéshez. Nem? Tehát hogyha ilyen működést látunk, akkor hát nem teremti azt a jövedelmet, amiből vásárolni akar. Akkor vannak olyan emberek, akik nem szeretnek dolgozni, és elvárják, hogy valaki támogassa őket. Mondjuk az állam például. Hát jellemző az államra, hogy szívesen támogatja a nem dolgozást. A dolgozást meg szívesen bünteti. Ez az államokra jellemző. Hát aki nem szeret dolgozni és kap állami támogatást, az megint nem igazán a teremtés koronája. De vannak olyan emberek, akik
amiben ugye az van, hogy hát tevékenykedni kellene. És ha tevékenykedek, akkor kapok ellenszolgáltatást, és akkor az ellenszolgáltatásból meg tudom venni azt, amire szükségem van. Hála Istennek, ugye sokan gondolkodnak még így. Bár egyre kevesebben. Na most, de ennek is van egy olyan fontos része, amit tudni kellene. Hogyha valaki szeretne létrehozni valamit, szeretne rendelkezni valamivel, akkor az első dolog, ez megint egy tanítás, technológiáját úgysem mondom el, csak meg képzésekbe. Az első dolog az lenne, hogy létre tudja hozni a saját gondolataiban azt, amit ő meg akar teremteni. Ez lenne a legelső dolog. Tehát ami azt jelenti, hogy egyáltalán el tudja képzelni azt, hogy ő mit szeretne. Oké? Na most, ha egy ember el tudja képzelni, hogy mit szeretne, akkor meg is tudja valósítani. A legtöbb embernél ott a gond, hogy el se tudja képzelni, hogy mit szeretne. Tehát az ember úgy működik, hogy amit el tudunk képzelni, azt meg tudjuk valósítani. Illetve inkább úgy mondanám, hogy meg tudnánk valósítani, ha közben nem hülyítenének azzal minket, hogy nem kell azért semmit tenni, hogy az létrejöjjön, elég, ha csak el tudjuk képzelni. Na ez a hűítés része, tudod, azért, hogy ne tud megvalósítani. Most képzeld el, minden ember tudná azt, hogy amit elképzelek, és teszek érte, azt meg tudom valósítani, akkor minden ember el tudna érni mindent, amit szeretne. Ezért ugye azt tanítják az embereknek, hogy képzeld el, de ne tegyél érte semmit. És majd ez szépen megvalósul. Na most, de ez nem így működik. Tehát azt gondolja, hogy így működik, aki nem ismeri az élet működését. Az élet az két dologból származik. Hogy el tudják képzelni, és meg tudják valósítani. Tehát most mondok példát. Itt van ez a bolygó. Ezt a bolygót egy istenszerű lény képzelte el, hogy ez hogy fog működni. Ez egyébként egy nőnemű entitás volt. Nem véletlenül hívjuk anyaföldnek. És ez a lény, istenszerű lény, ez nem csak el tudta képzelni, hanem keményen dolgozott a brigádjával együtt, hogy ez a bolygó ilyen legyen, amilyen. Jó, azért már az ember sokat alakított rajta itt az idő folyamán, negatív irányba, pozitív irányban nem igazán, de hát de mégis egy viszonylag jó kis bolygónk van itt nekünk, amit Földnek neveznek. Szóval keményen dolgoztak érte, hogy ez létrejöjjön. Oké? Na most nyilvánvaló, hogy van egy probléma is itt a megvalósításnál, hogy a legtöbb embernek a megvalósításhoz hiányzik a technológiája. Ez megint ennek oka van, hogy miért hiányzik a technológia.
Hát hogyha az emberek rendelkeznének a technológiával, akkor biztos, hogy képesek lennének megvalósítani dolgokat. Tehát ha mondasz embereknek olyat, hogy amit el tudsz képzelni, azt meg tudod valósítani, akkor az emberek elkezdenek elképzelni dolgokat, amit szeretnének megvalósítani. Ha mondasz olyat az embereknek, hogy kezd el megvalósítani, akkor tényleg elkezdik a megvalósítást. De mégis kudarcot vallanak, mert hiányzik a technológia. Hiányoznak a módszerek. Hiányzik a szaktudás. Tehát ha bármihez tudás nélkül állunk neki, nincs szaktudás azon a területen, amit szeretnénk megvalósítani, akkor elég hamar rájön az ember, hogy kudarcot vall. És ezért ugye az emberektől eltitkolják szaktudás, szakértelmet, és rávették az embereket, hogy a szaktudást, most gondolj bele, mikor arról beszélek, hogy szaktudás vagy szakértelem, rögtön egy szakma jut az eszedbe. Tehát az emberek azt gondolják, hogy a szakértelem vagy a szaktudás, akkor az valamilyen szakma. Nem. Nem. Tehát bármit képes az ember megvalósítani, hogyha tudja, hogy hogyan működik az élet, vagy egyre jobban tudja, ha tudja, hogy mik az alapelvek a boldog élethez, hogyan működik az ember, és ha tudja, hogy mi az értelme az életnek. Tehát gyakorlatilag, ha ebben a négy dologban jártassága van az embernek, akkor gyakorlatilag bármit, amit szeretne megvalósítani, képes rá. Na most, mondok példát, hogy megértsétek. Például, van mondjuk egy vállalkozó szellemű ember, és mondjuk szétnéz az országba, és azt mondja, hogy hát nagyon kevés a villanyszerelő, mert kimentek dolgozni nyugatra. Ezért létrehozok egy villanyszerelő vállalkozást. És fogja, és fölvesz villanyszerelő szakembereket. Úgyhogy ennyit sem ért a villanyszereléshez. Majd fölvesz ezekhez a szakemberekhez egy főnököt, aki már vezetett villanyszerelőket. De ez az ember mondjuk ért az emberekhez. Akkor nem lesz gondja, hogy ezekkel a villanyszerelőkkel együtt működjön. Mert nem villanyszerelőkkel működik együtt, hanem emberekkel. Ez az ember, ha tudja, hogy hogyan működik az élet, akkor tudja, hogy ki kell tűzni célokat, és tudja, hogy hogyan kell megvalósítani dolgokat. Ha tudja, mik a legfőbb alapelvek, akkor tudja, hogy sose fogja átvágni az ügyfeleit, és a dolgozóit sem. És figyel arra, hogy a család életében is etikusan élje az életét, mert ha a család életében nem élné etikusan az életét, akkor a vállalkozása sínlené meg. Illetve a vállalkozása is megsínleni ezt. Majd, ha ő tudja, mi az értelme az életének, akkor tudja azt, hogy azt a fajta üzletet, amit ő csinál, azt annak, azzal, kiknek a javát szolgálja. Világos ez? És a szakmához az ég adta világon semmit nem értett. Világos ez? Tehát nem kell szakmai tudás semmihez, mert a Földön rengeteg olyan ember van, akinek azon a területen van szakmai tudása. De ha
te jól tudsz bánni ezekkel, akkor meg tudod szerezni azokat az embereket. Világos ez? Mert szívesen fognak veled együttműködni. Világos ez? Tehát eleve ott kezdődik a dolog, hogyha valaki tudja, mi az értelme az életének, mivel a legtöbb ember nem tudja, hogy mi az értelme az életének, ezért azok az emberek, akik nem tudják, hogy mi az értelme az életüknek, követik azokat, akik tudják, hogy mi az értelme az életüknek. Világos ez? Hát nem hiszed, hogy így van, nézd meg a történelembe. Azokat követték, akik tudták, hogy hova tartanak. Világos ez? És kik követték? Azok, akik nem tudták, hogy hova kellene tartaniuk. Világos ez? Tehát az emberiség nagy része óriási tévedésben él a szakértelemmel kapcsolatban. A szakértelem ezekre vonatkozik. Világos ez? Hogy hogyan működik az ember? Hogyan működik az élet? Mik a legfőbb alapelvek az életben? És mi az értelme a te életednek? Oké? Na nézzük meg, hogy szerinted, ha az emberek szakértők lennének ezeken a dolgokban, ezeken a területeken, akkor vajon könnyebben boldogulnának az életükben? És hogy lesznek szakértők ezeken a területeken? Így van, eljönnek ide közén tanulni. De hát azt mondja, hogy ó, hát én Új-Zélandban lakom. Vagy Új-Zélandon lakom. Hát hogy tudok én eljönni ide Budapestre? Nagyszerű hírem van. Élőben megy ki az adás. De hát pont akkor éjszaka van, mikor itt javában alszok, mikor itt az előadás van. Van erre is egy jó hírem. Meg tudod nézni felvételről. Így van. Tehát vannak megoldásaink arra, hogy a világon te bárhol vagy, képes legyél tanulni. Sőt, ugye a felvételek egytől két hónapig fönn vannak. A legutolsó felvételek azok egy hónap, a legelső felvételek két hónapig fönn vannak a neten, le tudod tölteni, fönn van hanganyag formájában is, videó formában is, igénybe tudod venni, nem jelent problémát. Tehát bárhol tudsz tanulni. Mit is csinálunk? Az embereknek eljutatjuk azt a tudást és képességeket, és gyakorlási lehetőséget is, amelyek által olyan élet- és emberismerethez jutnak, hogy képessé válnak az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megelőzésére, illetve megoldására, a célok elérésére, képesekké válnak az élet jobbítására, a lelki fejlődésre, és abban is, hogy ezekben másoknak is segítségére tudjanak lenni. És ha az emberek rendelkeznek képességekkel az élet és az ember működésére, az élethelyzeteik helyes kezelésére, a célok megvalósítására, a problémák megelőzésére, megoldására, akkor nem lesznek boldogtalanok. Tehát az ember akkor boldog, ha képes teremteni. És akkor boldog, ha képes jót, hasznosat, és olyat, ami más javát is szolgálja, teremteni. Nézd meg, hogyan működik például egy férfi. Tehát egy férfi addig, míg legény, és nincs párja, mit csinál? Legénykedik, költi a pénzt, szórja a pénzt, bulizik, stb. Stb. Majd lesz egy párja, a legtöbb férfi így megváltozik ennek hatására. Majd megszületik az első gyereke, megint egy ilyen változás történik az életében, mert már van családja. Érted? Tehát ami azt jelenti,
hogy egész másként fog működni, mint akkor, amikor még se kutyája, se macskája idézőjelben nem volt. Na most az azt jelenti, hogy elkezdi a teremtést. Tehát létre kell hoznia a dolgokat, hogy fent tudjon maradni az a család. Érted? Tehát, hogy a családját el tudja tartani. Tehát teremt. És megnézed, megkérdezed a férfiakat, hogy melyik a jobb. Hát nyilván az a jobb, amikor van családja, és nem az, amikor nem volt családja. Világos ez? Hát nyilván, hogyha egy férfi nem így nyilatkozik, akkor ott már valami baj van. Na most, miért csináljuk ezt? Hát ugye az egész ok onnan indul, hogy nekem volt egy álmomban megjelent isteni lény, amely azt kínálta föl számomra, hogy elmondta, hogy mi várható, ha nem lesz, nem lesz cselekvés annak érdekében, hogy az ne legyen, és ha tesszük a dolgunkat, akkor jó lesz számunkra. Kiké jó lesz? Hát a bolygó számára, az emberiség számára. Tehát ezt úgy nevezték, hogy aranykor, tehát a bolygón aranykornak kell lenni. Tehát ezt mondták számomra, és ezt nekem kell a csapatommal elsődlegesen megcsinálni. Miért? Nagyon egyszerű, mert én éltem meg azokat az élethelyzeteket, amit gyakorlatilag senki a bolygón. Mondok példát, jó? Hogy értsétek. Tehát nem fogsz találni olyan szemét, beszélgettem valakivel minap, és ugye mondta, hogy vezetőket kell keresni. És mondtam, hogy nem fogsz olyan vezetőt találni a bolygón, szó szerint, aki spirituális területen is vezető, és az anyagi területen is vezető volt. És mind a kettőben otthon van. Vagy olyan vezetőket fogsz találni, aki spirituális területen vezettek, vagy olyan embereket fogsz találni, akik anyagi területen vezettek. Olyat egy darabot se fogsz találni, egyetlen egy főt a bolygón, aki mind a kettőt csinálta, és mind a kettőben profi szinten működött. Egyet se. Tehát mondom, olyat ne keres, majd megtanítjuk neki, ha ő ilyen vagy olyan területen volt, hogy mind a kettőn jó legyen, jól tudjon működni. Oké? Mert én vagyok az egyetlen a bolygón, aki mind a két területen jól tudott működni. Oké? És jól tud működni. És mind a két területen sikereket tudott elérni. Jó? És ezért kaptam meg én ezt a feladatot. Világos ez? És nem más. Tehát kereshetsz vezetőket, és majd megtanítjuk őket, hogy mind a két területen jól működjenek. Mert a két terület az ellentétes egymással. Jó? Tehát aranykort kell létrehozni. Az aranykor azt jelenti, hogy a szeretet, béke, boldogság kora. Tehát azért csináljuk, hogy minél több ember elinduljon a lelki fejlődés útján, mert így kerülhetnek be az aranykorba. A lelki fejlődés pedig a következő, itt van. Tehát van 7 szintje a lelki fejlődésnek, és fel kell jutni a 6. lelki szintre, hogy valaki bekerülhessen az aranykorba.
Tehát aki nem jut föl a hatodik lelki szintre, nem kerülhet be az aranykorba. Ahhoz, hogy valaki bekerülhessen az aranykorba, végig kell menni ezeken a lelki szinteken, már pedig a legtöbb ember mindössze az egyes vagy a kettes lelki szinten van. Ez a három lelki szint, illetve ez a négy szint, hogy feljusson az ember a hatodik lelki szintre, az négy szint, ahhoz olyan tudásra és képességekre van szükség, aminek az elsajátításához kell 9 év. Tehát 9 év. Oké? És ezt a 9 évet mindenkinek meg kell élnie. Tehát nem hagyhat ki egy évet se. Oké? Az aranykor az 2035-ben kezdődik. És azokat, akik 2026-ig nem hajlandók tanulásra adni a fejüket, szellemi fejlődésre adni a fejüket, lelki fejlődésre adni a fejüket, azokat egyszerűen kivonják a forgalomba. Nem 2026-ig, hanem 2035-ig. Világos ez? Tehát ugye van 15 évük arra az embereknek, illetve nem az embereknek, bocsánat, a fentieknek, hogy azokat, akik nem hajlandók fejlődni, kivonják a forgalomba. Hála Istennek, hogy ez 15 év, mert így nem egyszerre lesznek olyan tömegkatasztrófák, ahol milliók, vagy tízmilliók, vagy százmilliók, vagy akár milliárdok halnak meg egyszerre. Tehát az emberiség 80%-át be lehetne vinni az aranykorba. Ezt is elmondták. 80%-át. Az akárhogy nézzük, az per pillanat több mint 6,5 milliárd ember. Oké? Már lassan 9 milliárd felé battyogunk. Jó, tehát ennyi ember bejuthatna az aranykorba. Na most ebből 20%, ebből az egész bolygó lakosságából 20% az, aki várhatóan biztos, hogy be fog jutni. Tehát minden ötödik ember. Ezt kiszámolod, mondjuk a 8 milliárdnál, az 1,6 milliárd ember. A többi meg vacilál, tudod. Tehát a 20% nem, többi az a vaciláló. De a vacilálásra is van 6 év max. Oké? Bele számítva ezt az évet is, tehát már egy hónappal kevesebb. Jó? Tehát, ha bárki nem hiszi ezt a kivonást, csak mondok egy példát, jó? Nézd meg mondjuk itt az elmúlt, tehát február eleje óta, hogy micsoda óriási időváltozások vannak. Tehát nem véletlen február eleje óta, mert ugye 2020 másodikától vannak ezek a dolgok. Jó, tehát ez eszméletlen mértékben megviseli azokat az embereket, akiknek szív problémájuk van. És rengeteg szív problémával küzdködő embert kikerül a forgalomból emiatt. Majd egy nagy, még két nagy változás lesz ebben az évben, 4. hó 4-én és 4. hó 22-én. És utána már hál' Istennek nem lesznek olyan nagy változások ebben az évben. Na most ezek a változások, amik lesznek ebben az évben,
nagyon nagy mértékben meg fogja viselni az emberek nagy részét. És nagyon sokan meg fognak halni a következő időszakban, illetve években. Örüljünk neki, a természetes halálban halnak meg, és nem katasztrófáknak következtében. Tehát hogyha kicsit belenézünk a jövőbe, akkor a jövővel kapcsolatban azt látni, hogy szó szerint, tehát a nem tudatos emberek milliárdjai vagy milliói fognak elhullani. Szó szerint. Tehát az ember vagy elkezd tudatossá válni, vagy nem hosszú életű lesz. Ennyi. Tehát mi emberek egy olyan lehetőséget kaptunk, amit még az emberiség sose kapott. Létrehozhatunk egy jobb világot. Tehát egy sokkal jobb világot létrehozhatunk. Tehát egy olyan világot, ahol az emberek szeretik egymást, békében, boldogságban tudnak együttműködni. És ahol nincs elnyomás, ahol nincsenek háborúk, ahol nincsenek ilyen hatalmi törekvések. Érted? Ahol mindenki tudja, mi a dolga, mindenki magától teszi a dolgát, ahol nem kell a pénzért hajtani. Érted? Mert nem is lesz pénz. Ahol képességeinek megfelelően tevékenykedhetnek az emberek, nem számít az, hogy valaki egy kicsit lassabb, a másik meg gyorsabb, nem számít. Oké? Azt csinálhatja mindenki, amit szeret. Nem kell agyonhajtani magát az embernek a munkában. Egy napi másfél-két órával való fizikai munkában el tudod végezni azt, ami a kötelességed. És a többit meg el tudod tölteni a fejlődéseddel. Tehát minden olyan dologgal, ami a fejlődésedet szolgálja. Érted? Illetve mások fejlődését szolgálja. Tehát egy olyan fajta társadalom, ami azért nagyon érdekes lesz ám, mert belegondoltok. Tehát mi úgy leszünk az aranykorba, hogy az érzelmeink meg vannak maradva. Na most ez csak itt ezen a bolygón lesz. Érted? Illetve van egy másik bolygó is, ahol hasonlóképpen működik a dolog, ugye az univerzum másik felében, de az egy más kérdés, ott már így működik. Persze. Tehát ott már így működik. Na most itt viszont még nem így működik. Tehát az egy különleges helyzet, hogy az emberek érzelmei megmaradnak itt a bolygón, aki a bolygón marad. Ami annyit jelent, hogy ha egy ember leszületik emberi testbe, akkor csak úgy születhet le, hogy törlik előtte a tudást. Tehát teljes tudatlanság, és csak a szeretet dominál, és a feltétel nélküli szeretet. Na, ezzel kapcsolatban hagyd mondjak friss információkat, jó?
Tehát olyat, amit eddig még nem mondtam. Tehát amikor már itt aranykor lesz 2035 után, akkor mivel ugye van egy létközi állapot, és a létközi állapotban még nincs törölt tudás, és a létközi állapotban nincs ego, ott csak tisztán lélek működésről beszélhetünk, és a léleknek nincs egója. Tehát a léleknek vannak törekvései, de egója nincs. Tehát a testünknek van egója, a léleknek nincs. És amikor az ember létközi állapotban van, akkor sokkal reálisabban látja a dolgokat, mint mikor a testében lévő ego közbeszól, és befolyásolja az embert. És amikor az ember létközi állapotban van, akkor a realitása az maximális tud lenni. És sokkal reálisabban, sokkal-sokkal összehasonlíthatatlanul reálisabban tudja látni a dolgokat, mint a földi lét során. És a lelkek, akik nem csinálnak nagy bajokat földi létükben, de nem vállalták be az aranykort, akkor azok még be tudnak születni olyan családokba, akik bevállalták az aranykort. Világos ez? És a szülők mellett fel tudnak fejlődni aranykor szintjére. Világos? Na most, ezt most azért mondtam, mert hogy az aranykor egy olyan része az életünknek, amit hogyha az ember bejön a beteljesülés szintjére, tehát eléri a beteljesülés szintjére, ugye akkor eddig is úgy volt, hogy választhat, hogy visszaszületik a bolygóra, vagy választhat, hogy megy egy magasabb szintű létformába. Na most, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az aranykorban ugye az emberek még képesek gyereket szülni, és megélhetik ezeknek a és a gyerekszületéshez kapcsolódó örömöket. Mert ez az egyetlen dolog az, ami a fenti létformában nincs. Tehát ott nincs gyerekszülés, ott teremtés van. Világos? Tehát ott nincs szerelem, ott csak szeretet van. Oké? Ott nincsenek ilyen családi viszonyok, ott közösségi viszonyok vannak. Világos? És ebbe lehet választani, hogy visszajön az ember, mert tetszett neki ez a családi létforma. Érted? Vagy megy teremtőnek. Érted? De azért tudni kell, hogy ennek az emberi létformának azért óriási hátrányai vannak. Oké? Egy előnye van csak, hogy vannak az érzelmek. Érted? Mert az érzelmek az csak családi, csak a földi emberi létformában van. Világos? De nyilván jobb egy aranykorba beszületni, mint mondjuk egy olyan családba beszületni, amelyik, mit tudom én, mondjuk a kőkorszakban él, érted? És azt se tudja, mi az, hogy aranykor. És azt mondják, hogy jó, akkor fejlődj. Majd pár ezer év múlva megmutatjuk neked a tüzet, hogy tudjad azt használni. Mert ez így is, itt volt a bolygónkon is így volt, hogy már egy pár ezer éve itt volt az emberiség, és még nem tudott tüzet rakni, tüzet gyújtani. Gondold végig. Tehát itt, ha belecsapott egy villám,
rájött arra valamiben, rájött arra, hogy, hogy milyen jó melegít, és akkor életben tartották a tüzet, nem tudta meggyújtani, érted? Tehát lehet egy ilyet, ilyet is nem választani, mert ez, nem, ez az a választás, hogy akarok-e fejlődni vagy nem, jó ember vagyok vagy nem. Tehát ha valaki nem jó ember, annak következményei vannak. Oké? Ha valaki jó ember, akkor még kaphat egy olyan esélyt, hogy beszületik esetlegesen egy aranykori családba. Oké? Vagy még az aranykor előtt egy aranykorba fejlődő családba. Na szóval, hát ennyi. Ha bármilyen információra van szükséged, nézd körül a weboldalunkon. Ugye tudod, hogy a Tandi akciósan 19.800 forint az első hónapban, ez 30 óra képzést fedez. A második hónaptól, tehát 19.700, a második hónaptól 9.800 forint. Jó, és most akciósan kapsz rá 35 hónap árgaranciát erre a 9.800 forintra. Úgyhogy kezd el a képzésedet, mert különben duplába kerül ennyi minden. Tehát a kedvezményes ár az első hónapban 40 ezer, a második hónaptól 20 ezer. Az akciós ár 19.700, és az akciós havi ár pedig 9.800. Jó? A képzéseink értéke az havi 150 ezer forint. Tehát máshol, ha ilyen tudást szeretnél, körülbelül ennyit fizetnél. Jó? Legalább. Tehát legalább havi 30 óra képzésért. Tehát ilyen jellegű képzésért, ha léteznének. Ha kérdésed van, kommunikálj a vezetőddel. A vezetők rendelkeznek egy flottában lévő telefonszámmal, ami nagyon kedvezményes, ezért javaslom, hogy nézd meg a flottáink árát, és legyél te is Vodafone PPH flotta tag. Jó? Tehát PPH flotta tag. Tehát a PPH-ban, Vodafone-os flottában vagyunk, és kedvezményesen, nagyon kedvezményesen fizetünk tarifákat. Jó? És beszélünk ingyen természetesen. Jó, úgyhogy 20 perc szünet után ember és életjobbító probléma megoldó coachképzésünk lesz. Jó? Amiből már nem sok van hátra, de akik jövő hónapban kezdenek, az jövő héten szerdán lesz a jövő hónapi kezdés, azok, és most elkezdik a tanulást, azok grátisban megkapják még a vasárnapot. Jó? Mert már csak a vasárnap van, mert ma van szerda. És hát nyilván akkor, hogyha ha tanulókká válnak, és azt jelzik. A képzésünk a második rész az 9-10-ig tart, és érdekes dolgokról lesz még ott is szó. És ott vannak a módszerek. További jó tanulást kívánok mindenkinek. Érezzétek jól magatokat a második részben is. Szeretlek benneteket, sziasztok!